hogyha valaki végigkapcsolgat napközben a tévécsatornákon, van, ahol különböző jósok, máshol boszorkányok, megint máshol távgyógyítók, vagy görög istenség neveit fölvevő személyek hirdetik magukról azt, hogyha valaki egy nagyon magas percdíjért betelefonál hozzájuk, akkor meglátják a jövőt, meggyógyítják a betegségeket. Néha tényleg így megmosolyogtató, vagy megdöbbentő, hogy miket hirdetnek magukról. Van, aki azt mondja, hogy angyalok segítségével gyógyít, nagyon sokan mondják, hogy gyógyító energiákat tudnak közvetíteni. Van, aki azt mondja, hogy megjósolja, hogy kinek mikor fog megszületni a gyermeke. Van, aki azt mondja, hogy ha egészséggel gondja van, rögtön hívja, és mindenképpen segíteni fog neki, negatív erőket levesz róla, hogyha ezt a magas telefondíjat valaki igénybe veszi és telefonál, de van, aki azt mondja, hogy titkos nyerőnapokat Gábriel arkangyal tud közvetíteni egyes személyeknek. Pénzmágia, különböző lottózási trükkök, jövőjóslás, gyógyítás, tehát mindenféle boszorkányság, kuruzslás is előfordul itt a hirdetésekben. Ugye hirdetik ezeket újságokban is, nagyon sok honlap is van, ami ilyesfajta szolgáltatásokat kínál, és a tévékben napközben valaki bekapcsolja, egy ilyen jelenséget lát. Ugye nyilvánvalóan senki sem lát a jövőbe, tehát ezt érdemes tisztázni. Ha bármelyikőjük is ezeknek a szolgáltatóknak, idézőjelben szolgáltatóknak a jövőbe látna, akkor nyilván beixelni a jövőjeti lottószámokat minden országban, és onnantól kezdve nem lenne gondja arra, hogy 300 forintos percdíjért árulja ezt a tudását. Tehát nem látnak a jövőben, nyilván nem lehet SMS-ben gerincbetegséget gyógyítani. Itt egy nem létező szolgáltatást, a jövőbe látást árulják, és ezzel károsítanak meg embereket, vagy befolyásolják őket olyan magánéleti, vagy pénzügyi, vagy egyéb döntésekben, vagy egészségügyi kapcsolatos döntésekben, ami később hátrányos lehet számukra, főleg, hogyha az egészségük kapcsán ezért nem mennek orvoshoz hónapokig, mert úgy gondolják, hogy egy távgyógyító SMS-ben küldi nekik az életenergiát, és nincs szükségük ezért orvosi beavatkozásra. Ez ugye, ez a fajta kuruzslás, ez a későbbiekben nagyon komoly egészségügyi kockázatot is hordoz, de alapvetően ez a jelenség, amelynek piaci alapja van, hiszen nyilván ezek nyerességet termelő vállalkozások, arra épülnek, hogy minél többen telefonáljanak, párakat be is kapcsolnak a műsorba, a többieket várakoztatják, a percdíjak peregnek, 100 forintokból 1000 forintok lesznek, 1000 forintokból 10.000 forintok, ezeket jó zsebre tudják tenni, és bizony itt nagyon sok szolgáltatónál azt látjuk, hogy itt külföldi cégek azok, amelyek ezek mögött, a műsorok mögött állnak, tehát ez a pénz részben ki is vándorol az országból. Na most kérdés, hogy a kormány miért gondolja azt, hogy mondjuk ezeknek a műsoroknak valamiféle határt kell szabni, vagy mondjuk az embereket, idézőjelben meg kéne védeni ezektől, hiszen ugye saját szabad akaratuk döntéséből vesznek részt mondjuk ezekben a nem is tudom milyen folyamatokban, ezekben a jóslásokban, tehát mondhatnánk azt, hogy mindenki a saját urának áll vagy bukik. Hogyha valakik egy baráti összejövetelben összejövetel környékén így kártyákból próbálják kiolvasni a jövőt, nyilván ez egy, lehet egy szórakoztatása valakinek, amivel az időt eltöltik. De amikor ilyen tévéműsorokat látunk, vagy internetes honlapokat, és szép összegért nyújtott, percdíjakért nyújtott különböző szolgáltatásokat, akkor inkább azt lehet párhuzamba állítani szerintem, hogy a boltos számára is erőri az állam, hogy a boltban nem lehet kitenni a polcra sem lejárt szavatosságú terméket, sem üres dobozt, és nem lehet azt mondani, hogy üres doboz, tudta, hogy nincs benne semmi, hát ha mégis megvette olyan áron, mintha tele lenne, akkor az ő baja. Nem lehet hibás terméket árulni, sem a boltok polcain, sem máshol. Úgy gondoljuk, itt is erről van szó, hiszen ez egy alapvetően egy csalásra, átverésre épülő, hiszékeny emberek, vagy nehéz élethelyzetben levő emberek pillanatnyi nehézségét kihasználó iparág, hogy így fogalmazzak, és itt sem lehet hibás terméket árulni. Nyilván nem lát senki a jövőbe, nyilván nem tud senki Gábriel arkangyallal közvetlen kapcsolatban tippeket adni arra, hogy mikor kell autót venni, és melyik héten nem kell autót venni, vagy mikor kell kimozdulni, mikor nem kell kimozdulni. Tehát ez az embereknek valamelyest a becsapására épül, ez egy csalás sorozat tulajdonképpen. Éppen ezért ilyen hibás terméket ezeken a kereskedelmi csatornákon sem lehet árulni, mint hogy a boltok polcére sem kerülhetnek hibás termékek.